A Komáromi Jókai Színház Mikszáth Kálmán a Beszélő köntös című regényéből készült azonos című darabot mutatja be városunkban. A helyszín Kecskemét, amely a török időkben is megőrizte függetlenségét, ennek azonban ára van. A törökök, a kurucok és a labancok is szabad prédának tekintik a várost. A kisebbségi létből fakadóan a szlovákiai magyarok azt érezhetik, úgy élnek, mint Kecskemét lakói a régmúltban. Az előadás június 1-én csütörtökön 19 órakor kezdődik a Kultúrházban. Június 3-án szombaton naturális testépítő és fitness bajnokságot rendeznek a Városi Művelődési Központban. A délelőtt 9 órakor kezdődő eseményen több tucatnyian versenyeznek majd a minél jobb helyezésekért. A Szlovák Naturális Testépítő Szövetség és az Arena Relax Team rendezvénye az anabolikus szteroidok használata nélküli testépítést népszerűsíti. A Sikabonyi Gyereknapot június 4-én vasárnap 14 óráig kezdettel tartják meg a helyi közösségi ház udvarán. A gyerekeket ügyességi játékok és kézműves foglalkozások várják. Emellett lesz ugrálóvár és arcfestés is, valamint fellép a glamour zenekar. A szervező Sikabony Polgári Társulás további meglepetésekkel is készül a vidám napra. Az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulóján június 4-én vasárnap 16 óra 15 perctől megemlékezést tartanak a Városi Művelődési Központban. Lesz történelmi visszatekintő szavalat, 16 óra 32 perckor a békediktátum aláírásának időpontjában harangszó, majd a 2009-ben alakult kárpátaljai borzsavári népi zenekarat koncertet.